Nagyon sok szeretettel köszöntöm elsősorban a hatodikasokat, de természetesen mindenki mást is, aki csábíthatok egy kis közös kísérletezésre. Azért is indulunk ki most egy picit abból, hogy elsősorban a hatodikasokhoz szólunk, mert olyan kísérlettel készültünk ebben a videóban, amihez már talán kell egy kis ügyesség, egy olyan ügyesség, ami már a ti korotokkal remélhetőleg megvan, és egy olyan kis érdeklődés, ami az ilyen mindenféle kütyüknek a felhasználására vonatkozik. A mai témánk ebben a videóban a mágnesesség, és egy picit szeretnénk kiterjeszteni ezt arról, hogy bizony hát ilyen egyszerű kis tábla mágnesekkel természetesen lehet kísérletezni, ez nagyon izgalmas kísérleteket lehet csinálni, de a mágnesességnek az igazi rejtélye, hogy miből fakad ez valójában, miért vonzza a táblát ez a mágnes, miért nem vonzza az alumíniumot, miért vonzza a vasat, stb. Ennek a rejtélyére még mélyebbre kell ásnunk, és arra fogunk rájönni, hogyha eléggé mélyre leásunk, hogy valójában minden egyes mágnesességért az a felelős, hogyha az elektromosságért felelős részecskék mozognak. Tehát minden mágnesnek valahol a mélyén ez található. Ebben a mágnesben is vannak olyan elektromosságért felelős részecskék, amik mozognak, és ez a mozgásuk eredményezi aztán számunkra ezt a mágneses kölcsönhatást. Persze egyébként más tárgyakban is mozognak az elektromosságért felelős részecskék, de ott másként rendeződnek, ezért végül is kívülről nagyban nézve nem látszik ez a mágneses hatás. A vas az egy ilyen különleges anyag. Nézzük azt, hogy a mai alkalommal hogyan tudjuk tanulmányozni az elektromos áram mágneses terét okostelefon segítségével. Mire lesz szükségünk a kísérletezésünkhöz? Nézzük meg itt a hátam mögött kivetítve. A szükségünk lesz erre a kis mágnesre azért az elején, eligazodásképpen, amit majd egyébként, ha megnézitek, más videóinkban is már használunk, illetve egy okostelefonra lesz szükségünk. Az okostelefonon pedig, itt most valószínűleg annyi látszik, csak talán belőle egy ilyen narancssárga fejléces alkalmazásunk van, de oda fölülre kiírtuk, FiFox-nak hívják ezt az alkalmazást. Egyébként nagyon kedves barátomnak, Szitja Istvánnak köszönöm szépen a tippet, hogy tőle tanultam ezt az alkalmazást egy jó másfél évvel ezelőtt. Szóval a lényeg az, hogy ez az alkalmazás kiválóan alkalmas, és mindenféle a manapság gyakran használatos operációs rendszereken ez telepíthető és egységesen működik. Ennek az alkalmazásnak a belsejében, az első menüben rögtön található egy olyan parancs, hogy magnetométer. Ugyanis az okostelefonjainknak egy jelentős része, hát sajnos vannak olyanok, amikben ez nem áll rendelkezésre, de jelentős részében van egy olyan érzékelő, ami képes érzékelni a Föld mágneses terét. Ez azért hasznos, mert iránytűként használhatja a felhasználó a mobiltelefonját, vagy akár mondjuk egy mágneses toknak a becsukására bizonyos programokat írhatnak a fejlesztők. Tehát sok olyan mobiltelefon van, ami érzékeli a mágneses teret. És ezt fogjuk mi is használni, ezért ezt a magnetométer parancsot kell választanunk a főmenüben. Egyébként a kísérletezésünkhöz szükségünk lesz még alufóliára, és ugye már elektromos árammal foglalkozunk, egy ilyen egyszerű 2-as vagy 3-as, 1,5 voltos ceruza elemre. Nézzük is meg, hogy hogyan tudunk itt ebből vizsgálatokat végezni. Az első lépés az lesz, hogy megnézzük, hogy az első lépésünk az lesz, hogy megnézzük, hogy ebben a mobiltelefonban hol található a mágneses tér érzékeléséért felelős szenzor. Ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy itt kiválasztjuk ezen a felületen, amit most kivetítve láttak itt a hátam mögött, azt, hogy az abszolút mágneses teret szeretnénk nézni. Ez ugye, mint látjátok, itt a második rublikája a menüjének. Ezt kiválasztottuk, és ezután egyszerűen csak elindítjuk a mérést ezzel a sima, mindenki számára jól ismert play gombbal. Ekkor elindítva a mérést, nagyon szépen látszik, hogy valahogy a mágneses teret érzékeljük. Jövök ezzel a mágnessel, és nézzük, hogy hol fogja a legnagyobb kitérést mutatni ez a grafikon. Látszik, hogy ennek a telefonnak, Zelles Tamás kollégámnak ezentúl is köszönöm szépen a felhasználás lehetőségét, látszik, hogy valahol itt a sarkában, mert amikor arrébb viszem, akkor csökken. Érdekes módon valahol itt a sarkában van ez az érzékelője. Akárhova máshova viszem, mindenhol kisebb a mágneses tér, de ott a sarkában, ott nagyon nagy. Tehát akkor tudjuk, hogy ezentúl, hogyha mágneses teret akarunk mérni ezzel a telefonnal, akkor ott érdemes azon a részen. Na nézzük akkor a következőt. Mit tudunk ezzel megmérni? Hát arra vagyunk kíváncsiak,
hogy az elektromos áramnak van-e mágneses tere. Igazat mondtam-e akkor, amikor azt mondtam, hogy az elektromosságért felelős részecskék mozgása, áramlása, ugye ezért hívjuk áramnak, áramlása, felelős a mágnesességért. Hát ezt hogy a legegyszerűbb megcsinálni? Hát kérem szépen, gondolom nem mindenkinek van otthon a szerszámos ládában mindenféle elektromos vezeték, ezért aztán mi ezt elkészítjük alufóliából, egy ilyesmi vezetéket fogunk készíteni. Egy megfelelő hosszúságú alufólia darabot legörgetünk, ezt letépem. Ugye rutinos házi emberként az ember ezt már meg tudja csinálni, és akkor utána hát ezt megpróbáljuk többszörösen feltekerni, és ebből csinálunk gyakorlatilag egy ténylegesen egy vezetéket. Hiszen az alumínium az ugye egy elég jó elektromos vezető, ilyen alufólia formájában is elég jól vezeti az elektromos áramot. Ezt fogjuk használni a kísérleteink során. A másfél voltos ceruza elem két kivezetését tehát, hogyha összekötjük a vezetékünkkel, akkor, hát még egyszer ezt félbehajtom, hogy azért ne lap legyen, hanem tényleg inkább vezeték formájú legyen. Szóval a másfél voltos ceruza elemünk két végét, hogyha összekötjük ezzel a vezetékkel, akkor ott ugye elektromos áram fog folyni. Akár csak, hogyha az most egy, nem egy alufólia lemez lenne, hanem bármilyen más elektromos fogyasztó, ott is ugye természetesen elektromos áram folyik a ceruza elem két kivezetése között. Még vékonyabbra veszem egy kicsit, bár ugye igazából ez a konkrét vastagságát nem befolyásolja, hiszen ugyanannyi anyag marad benne, csak így még inkább olyan kábelnek tűnik. Talán. Tehát látszik, hogy gyakorlatilag egy kicsit ilyen, lehet, hogy valaki ügyesebb, akkor szebben fel tudja tekerni, akkor ügyesebben tud készíteni. De egyébként, ha valakinek van otthon véletlenül a szerszámos ládájában elektromos vezetéke, akkor nem muszáj ezt eljátszani, ezt az alufóliás trükköt. De mi megfogadtuk, hogy olyan kísérletekkel készülünk ide nektek, amihez lehetőleg a legegyszerűbb hozzávalók kellenek csak, és ne kelljen boltba se lemenni, ha már egyszer mindenhol azt üzenjük, és mi is azt üzenjük, hogy maradjatok otthon. Na nézzük akkor! Ezt a vezetéket fogjuk megpróbálni, és azt fogom most nézni, figyeljetek csak ide, egyik végét ide fogom az elemnek a egyik végéhez, így, és egyszerűen csak majd rá fogom szorítani a másik ujjammal a végét erre, és megnézzük, hogy ilyenkor mit mutat. Tehát itt a mobiltelefon mellett itt vagyunk, és akkor tessék figyelni, rászorítom, nézzük akkor az értéket. Itt közben mellette, most ezt nem sikerült jól zárnom, ezt az áramkört, egy pillanat, ezt újra kezdjük a mérést. Nézzük, és akkor figyelem. Nézzük, amikor hozzáérintem, kitér a mágneses tér, eltávolítom, lecsökken, hozzáérintem, kitér. Tehát nagyon szépen látszik, hogy a mágneses tér egyértelműen megváltozik akkor, amikor az áramkört én itt zárom. De gyakorlatilag morzézni is tudnék itt azzal, hogy én ezt itt nyomogatom. Tehát amikor ebben az alufóliában áram folyik, akkor a mobiltelefon mágneses szenzora érzékeli ennek a jelenlétét, vagyis az elektromos áramnak kell, hogy valamilyen mágneses hatása legyen, ha már egy mágneses érzékelővel ez kimutatható. Hogy lehetne ezt egy picit még erősebben kimutatni? Hát nézzük meg, hogy a mindennapi életben ezt az elektromágnességet, vagyis az elektromos áram mágneses tulajdonságát, ezt mivel, mire használjuk föl? Hát kérem szépen, nem egy kis darab drótoknak, a drótokban folyó áramoknak a mágneses terét használjuk, hanem ezeket megsokszorozzuk a mindennapi életben olyan formában, hogy tekercseket készítünk belőle. Hát ezt is, én is ezt fogom csinálni. Egyszerűen csak itt ezt a mobiltelefont körbe fogom tekercselni az általam készített alufólia tekercsel. Nyilván megint akinek jobb drótja van, nyilván előnyben van hozzám képest. Amire nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, az, kérem szépen, hogy ne érjen össze. Ugye ezek nem szigetelt vezetékek, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ez nagyon fontos nekünk, hogy semmiképpen ne érjen össze egymással a két
két rétege ennek a tekercsnek. Na nézzük, akkor egy picit lazítunk még rajta, hogy jobb legyen. Így. Oké. Okay. És akkor, na várjunk csak egy pillanat, ezt levesszük. Visszatérünk az eredeti alkalmazásunkra. Így, né? Lehet, hogy egy picit túl szorosra. Vigyázzunk arra is, hogy nyilván azért a kijelzőt azt ne nagyon nyomja meg a tekercs. Itt ez a kijelző nagyon érzékeny érintésre, úgyhogy nyilván az a dolga neki, hogy az érintésre érzékeny legyen. És akkor kicsit lazábban tekerjük körbe. Hát egy kétszer, háromszor, négyszer maximum elegendő, többször akkor nem is kell. Így, na lássuk. És akkor, ide föl, hiszen tudjuk, hogy itt fölül van a mágneses érzékelője, akkor kérem szépen indítsuk el a mérésünket, kitörlöm, bocsánat, az eddigi adatokat, és akkor most újra látjuk a semmiből. Nézzük akkor most, hogy sokszorosára tekercseltük a menet számot. Nézzük, hogy most mi történik. Azt hiszem, hogy nagyon szépen látszik, hogy az előzőnél lényegesen nagyobb kitérést kapunk. Olyan nagyjából, ha azt a számot ott leolvassuk, nyugodtan megmondhatom, azt mikroteslának hívják, amit odaírtak. Lehet látni, hogy 300 fölötti értéket kapunk maximálisan. De mi történik akkor, ha fordítva folyatjuk benne az áramot? Ezt a ceruza elemet egyszerűen csak megfordítom. Nézzük most. Most is látunk valamit, de egyértelműen kisebb az érték. Alig 200-at kapunk csak. Pedig semmi más nem történt, mint másik irányba folyik az áram. Hát kérem szépen, itt azért fontos az, hogy amit most látunk, ez a jelenlegi érték, amit most le tudunk onnan olvasni, ez nagyjából az, amit az elektromos áram nélkül a Föld hoz létre. És ez nagyon fontos, hogy az a mágneses tér, amit mi a tekercsben létrehozunk, az még rásegít erre, ugyanabba az irányba mutat, vagy vele éppen ellenkezőleg. Nyilván, hogyha ugyanabba az irányba mutat, akkor a kettő összeadódik, és egy kimagaslóan nagy mágneses teret kapunk. De ha az általunk létrehozott mágneses tér pont szembe megy a Földével, akkor ez a két hatás igazából lerontja egymást. Így is azért a mi mágneses terünk győzött, hiszen az ott van közel, kicsibe, stb. De alapvetően látható volt, hogy ez azért lényegesen kisebb. Tehát nagyon fontos, hogy az áram irányától függ, hogy milyen irányú az a mágneses tér. Úgy képzeljük el, hogy ezeket a tekercseket, amiket ide csináltam a mobiltelefon köré, minden egyes tekercset, minden egyes menetet, körbe ölel ez a mágneses tér így szépen körbe-körbe, és ezeket adjuk össze egymással az egyes tekercsekben. Vigyázzunk a mobiltelefonunkra, bármint láttuk, ebben alapvetően a kezünkből való kiesés veszélyén felül más komolyabb kockázat nincsen. Szépen kérek mindenkit arra, hogy vonja be ebbe a kísérletezésbe a szülőket, és vagy éppen a jelenlévő felnőtteket. Együtt kísérletezzünk. Már csak azért is mellett, hogy nekik van olyan telefonja, amiben megtalálható a megfelelő érzékelő. Viszont azt gondolom, hogy ez egy olyan kísérlet, amit érdemes otthon, saját lakókörnyezetünkben kipróbálni. Jó kísérletezést kívánok mindenkinek! Sziasztok!